Fejlesztési ciklust és pályázati kiírásokat zárt le a Prosperitáti Alapítvány mai ünnepélyes rendezvényén. A 10. pályázati körben meghirdetett kiemelt jelentőségű, közepes és nagy léptékű szolgáltatóipari és mezőgazdasági fejlesztések, valamint a vajdasági és magyarországi magyar vállalkozások szerbiai piacra jutási lehetőségeinek támogatása került középpontba. A szabadkai városházán megtartott ünnepi ceremónián 25 vállalkozóval írtak alá szerződést. A 6,5 év alatt a Prosperitáti Alapítványon keresztül a magyar kormány 248 millió eurót biztosított a vajdasági vállalkozók, termelők, magánszemélyek támogatására. Pásztor István kiemelte, hogy a program megvalósításához egy olyan közösség kell, amely a szülőföldjén kíván élni és tenni akar érte. Felavatták a szabadkai Masterplast új Styrodur gyárát. A beruházás finanszírozására a Magyarország Külügyminisztériuma 50%-os visszanemtérítendő állami támogatást nyújtott a HEPA programjának keretében. Az új 3600 négyzetméteres gyártócsarnokban az elérhető legmodernebb technológiával működő gépsor biztosítja majd az évenkénti 150 ezer köbméteres gyártási kapacitást. Magyar Levente, a Magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese az ünnepélyes átadón kiemelte, hogy ez a beruházás is bizonyítja Szerbia és Magyarország baráti viszonyát. Folytatódik a mezőgazdasági termelők tüntetése Szerbiában. A gazdák képviselő szervezeteinek és az állami vezetésnek nem sikerült minden kérdésben megegyezniük, ezért továbbra is kinn maradnak az utcákon. Szabadkán lezárták az aluljárót a Szegedi úton. Nem csak Szabadkán tüntettek a termelők, Szerbia egész területén vannak hasonló megmozdulások. Az entai gazdakör tagjai is útblokádot tartottak a délelőtti órákban, szolidaritásukkal támogatva a többi tüntetőt, viszont figyeltek arra, hogy a megmozdulás ne okozzon gondot a közlekedésben. Pozsarevácban a gazdák több mint 200 traktorral vonultak ki az utakra, és a kragujevácsi gazdákkal közösen lezárták az autópályát a Moravai hídnál.